Megállt az élet Hongkongban egy évek óta nem tapasztalt erejű tájfun miatt. A trópusi vihar heves esőzésekkel érkezett, a víz utcákat árasztotta, többeket ki kellett telepíteni. A tőzsde működését felfüggesztették, repülő és hajójáratokat töröltek, az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el. Vészjósló fellegekbe burkolózott Hongkong, amikor megérkezett a ható tájfun. A vihar erejére jellemző, hogy a legmagasabb 10-es riasztást adták ki a hatóságok. Az ítéletidőben csak kevesen merészkedtek ki az utcára. Akik mégis megtették, azok így jártak. Az autópályákat lezárták, akadozott a vonatközlekedés, repülő és hajójáratokat töröltek. A tőzsdén is megállt az élet a világ egyik pénzügyi központjának számító városban. A tengerpart közelében volt a legnagyobb az árvízveszély. A hullámok 5 méter magasra csaptak. A víz utcákat árasztott el. A szélsebessége elérte a 155 km per órát. A nyomában romok, törmelékek, kidőlt fák maradtak. Egyes helyeken térdig gázoltak a vízben. Sokan kénytelenek voltak elhagyni az otthonaikat. A sűrűn lakott területről így mentették őket a hatóságok. Ennek a televíziós stábnak a munkáját is megakadályozta a tájfun. A bátrabbakat viszont az ítéletidő sem tarthatta vissza a sportolástól. A tájfun már a szárazföldi Kína felé vette az útját.